Függvények, kördiagramok, mértani sorozatok. Ilyen és ehhez hasonló feladatok szerepeltek az idei matematika érettségin. A diákok többsége szerint nem voltak nehezek a feladatok. A Karcag TV-nek nyilatkozó tanár is azt mondta, hogy viszonylag könnyen meg lehetett oldani a feladatsort. Az az igazság, hogy akik nagyon hamar befejezték, azt mondták, hogy könnyű volt, azért fejezték be hamar, mindent leírtak, amit tudtak. Jelenleg is még van, aki érettségit tesz. A kifejezések, ahogy itt teremről teremre ellenőriztem az érettségit, azok mindent elárultak. Tehát nagyon sok tanulónak mosoly volt az arcán, ő könnyűnek találták, de hát volt néhány tanuló, aki azért küszködött. A koronavírus járvány miatt mindenhol szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódtak a vizsgák. 14 teremben vizsgáztak a tanítványaink, 6-tól 8 főig, tehát termenként ennyi vizsgázó volt. Ugye a kollégiumi nevelőktől kezdve minden, nyilván a szakosokat kivéve, minden kollega vállalta a felügyeletet, úgyhogy hogy biztonsággal megszervezhettük az érettségit. A diákok először az első 45 perc, majd a második feladatlapot 135 perc oldották meg. A feladatlapokon belül a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatták meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatták. Amiket gyakoroltam, ahhoz képest könnyebbnek tűnt, nem volt olyan vészes, meg hála Istennek nem úgy indultam neki, hogy elizgultam, hanem szépen, fokozatosan felépítettem így a feladatokat, ami először nem ment, azokat kihagytam a végére, visszatértem rájuk, hála Istennek minden feladatot befejeztem, aztán úgy vagyok vele, hogy szerintem jól fog sikerülni. Igazából a 17-es feladat az szerintem egyszerű volt ahhoz képest, hogy ez a második rész a matematika érettségének nehezebb szokott lenni, szerintem ezt ki lehetett maximálni. A 10-12 feladatot tartalmazó első lap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Könnyebb feladatok voltak benne, mint amikre számítottam, viszont a második rész az elég nehéz volt, az úgy megfogott, szerintem az rontotta lejjebb az egészet. A második feladatlap két részre oszlott. Az A jelű rész három feladatot tartalmazott, a feladatok egy vagy több kérdésből álltak. A B jelű rész három egymással megegyező pontszámú feladatból állt, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kellett megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.